Hello mindenki, ez itt Kerberusz, és üdv újra itthonról. Nyári eseményünk, a homokbirodalom végéhez érkeztem én is. A közepes szintet azt már rég kivittem, és az utolsó 4000 csapatpontos teamscore-os szinttel pedig vártam, hogy majd felvegyem, és együtt megnézzük, hogy miről is szól ez a pálya. Elég szép nyeremények vannak, mint láthatjátok, egy 4-es Trainer Hero, Darts és az Avatar, ugye? Már előzőleg kiválogattam, összeállítottam a csapatomat, hogy mégis ki lenne a talán legmegfelelőbb. Így Jónra, Boltaszkra, Arthurra, Tiburtuszra és Sakára esett a választásom. A magyarázat nagyon egyszerű, ugye Jón megadja az esélyét annak, hogy az ellenfél visszajön, Boltaszk és gyors természetesen, Boltaszk a heal miatt muszáj, szükségszerű, nem csak a heal, hanem hogy a sebzés boost, King Arthur lehetővé teszi, hogy az ellenfél mínusz, ice, jég, sebzés szenvedjen el, illetve hát plusz, mivel leviszi a pajzsát. Tiburtus ugyanezt csinálja, csak általánosan mindenféle sebzéssel, és Sakál pedig megint csak ugyanezt csinálja, hogy yellow, holy, szentség sebzéssel. Azaz tulajdonképpen az összes karakterem volt az kivételével valamiféle negatív debuffot ad. Ehhez társítsuk a sima heal potit, hogy nagyjából életbe tudjam tartani az emberkeimet, és az utolsó szintre fogjuk tartogatni az exeket, fejszéket, és a sárkány itemet, eszközt kiegészítve a homokórával, hogy elvileg ne is tudjon az ellenfél ránk lőni a spelljéből. Na most, hogyha közeledtek ehhez a pályához, akkor érzékelhetően nem fogtak túl sok sebzést okozni a katonáknak, és ezért van szükségem arra, hogy Boltaszkot minél előbb el tudjam lőni. Egyrészt életben tartsam a karaktereimet, másrészt pedig extra sebzést tudjak tolni rájuk nézve. Ugye közben mondok pár tippet, trükköt, láthatjátok, hogy pont nem telt be Boltaszk. Miért nem? Mert a számoltátok 3x3, 9 piros mozaikot sikerül csak összekombinálnom, és a normál manattöltésű hősöknek 10-re van szüksége. Szóval ez egy olyan információ, amivel tudtok bizony gazdálkodni a raidek ugye esetében, ott van a legnagyobb haszna. Most, igencsak három pirosat küldtem rá erre a sárgára, ám egyik az elment mellette, ami duplán számít, szóval ez itt jelenleg 4 mozaik, 4 piros mozaik, és hogyha ezt ellövöm, 2, illetve 3x2, 6, 10 mozaik ismét betelt Boltaszk. Jó, kivégeztem Sakállal, ugyanis ő nagyon gyors manatöltődéssel rendelkezik, azaz még csak 8 sárga mozaikra sincs szükség, és megpróbálom a középsőt lehető leggyorsabban kilőni, kiszedni azért, hogy az itt eldurrantott mozaikém duplának számítsanak, így sokkal gyorsabban fogom tudni betölteni az egyes spelljeimet. Igen, megint figyeljük Boltaszkot, ez 3 mozaik, ismét 3 mozaik, illetve egy duplán számítódott, mivel elment. Ez azt jelenti, hogy nem 6, hanem 7 mozaikon van, és hogyha ezt a 3-at, ami szintén ezt úgy nevezik angolba, hogy ghost, vagy szellem találat, ami duplán számít, de nem számított volna duplán, 7 plusz 3, 10, akkor is betelik Boltaszk. És Tiburtus kisebb bajban van, úgyhogy ismét ellövöm a healt. Ugye nagyon oda kell figyelni arra, hogy a hősök, a homokbirodalom hősei, azok alapvetően mind heal reductionre játszanak. Szóval az utolsó pályán én nem sokra megyek
a hillel. Ez azért egy szerintem üde friss ég foltja a játéknak, illetve az eseményeknek, hiszen alapvetően, hogyha valaki rendelkezik egy jó healerrel, akkor türelemjátékot játszva előbb vagy utóbb bármilyen pályát kivisz. Na most itt ezzel nem biztos, hiszen olyan heal reduction-t, csökkentett heal mennyiséget dobnak rá debuffként az ellenfél hősök, hogy itt más taktikát kell választani az utolsó pályánál. És ugye elérkeztünk a harmadik szintre, úgyhogy itt már én is türelemi játékot fogok játszani. A célom az, hogy úgy menjek be az utolsó pályára, hogy minden manabárom fel legyen töltve. Ezért az utolsó Scarabeust addig fogom gyilkolni, amíg minden hősen fel nem töltődik, és előtte még eltoljuk Voltaszkot, így, és jó lenne még egyszer eltolni őt. Illetve még egyszer feltölteni a manabárját. Ezért csak türelem. Itt még egy hármas, ami duplázódik, hatnak számít, és fel is töltődött Voldi. Még egyszer ellövöm őt, ismét feltöltöm, 3x2, 6, már csak 4-re van szükség. És így meg is lesz a 4, 2x2, 4, látjátok, feltöltődött. Remélhetőleg ezzel meghal a bogarunk, meg is halt. Így van, bejövünk az utolsó pályára. Ellőjük Boltaszkot, és mit csinálunk? Alapvetően mindig minden pályára így igyekszünk bejönni. Tiburtus megkapta Boltaszk plusz sebzését. Ellövöm középütt, megpróbáljuk a királynőt kiszedni, nem is a királynőt, a Jafar-t szedjük ki elsőként, ugyanis ő lila, és az én sakál, illetve jó kombinációm elég szép nagy sebzést tol rá. Ezt még ellátjuk egy Arthur debuff-fal, és akkor innen következik egyébként, hogy rátolom a 10 megmaradt itememet. Ugye? De most megpróbálok egy picit itemet spórolni, és nem azzal tisztán legyőzni az ellenfelet, de lehet, hogy mégsem fog spórolni, mert akárhogy is kalkulálom a dolgokat, Jafar betelne, és inkább elhasználok pár exet, mint homokórát, főleg, hogyha aztán újra tudom tölteni a spelljeimet itt bal oldalt, mint láthatjátok. Ellövöm Boltaszkot ismét, és most nem rizikózom azt, hogy bármelyik is ellője a saját spelljét. Királynő nagyjából 60-70%-on van, a király még nincs, de egy nagyobb kombináció bejön, akkor mind a kettő feltöltődik, és problémát okozhat, úgyhogy ellövök egy homokórát. Ismét a sebzésüken tolok. Betöltöttem mind a kettőt, hiszen el tudtam menni szellem mozaikokkal. Meglövöm a királynőt, egyszer, kétszer. Sárkány. Királynő kilőve. Betöltjük Artúrt. Jó kis sebzést tol, és most már abszolút megpróbáljuk letolni a maradékot, hogy ne használjunk több itemet, és minden bizonyos sikerülni is fog. Már nem játszok arra, hogy Boltaszkot töltsem föl, hiszen tudjuk, hogy milyen debuffja van a királynak, az, hogy illetve az életerőnket
hatástalan lesz a heal, a gyógyítás, ezért sárgákat töltöttem be, és gyakorlatilag sakál jún kombinációval már könnyedén kivégeztem a királyt. Szóval láthatjátok, hogy okos hős választással, tulajdonképpen anélkül is, hogy az utolsó szálig minden itemeteket, minden eszközötöket elhasználhatjátok, legyőzhető és megcsinálható ez a level. Megkaptuk az ikont, az avatárt, megkaptuk a nagyon értékes négy csillagos sárga, yellow, holy hős, a sergeant felemelkedés eszközét, és a négy csillagos trainer hírot, aminek nagyon örülünk. Elismerően nyilatkozik rólunk a királynő, és úgy gondolja, hogy még találkozunk. És ugye ez 4000-es teamscore-t ajánl erre a pályára, és láthatjátok, hogy ez a felállás nekem 3716-os volt, szóval nagyjából 300 mínusszal is könnyedén hoztam a dolgot. Egyébként csak az érdekesség kedvéért megmutatom, én is ma néztem, hogyha berakom a legerősebb hősémet, akkor hol tartok 3995 team powernél, csapaterőségnél. Hát, hogyha ehhez végre valahára 7-8 hónap után sikerülne megszerezni ezt a 4 csillagos trúpot, akkor ez már meg is ugorná a 4K-t, a 4000-et. Igazából ezt szerettem volna mutatni. Ja, igen, és még egyet, hogy röviddel azután, hogy az előző videót készítettem, húztam párat a Sand Empire homokbirodalom hősei közül is, már csak azért is, mert miután elütötte az éjfélt az óra, és a következő hónap hőse Gregorion, most persze nem találok, Gregorion, akire ugye nagyon hajtok, ezért a meglévő tokenjeimat előttem, láthatjátok, hogy jelenleg nulla van, és még azon felül is húztam párat, és igazából, amit említettem, hogy Jaffart szeretném megszerezni, meg is szereztem, sőt, rögtön egy-kettő személyében. Ugye nagyon nagy 711-es maximális sebzéssel rendelkezik, ezért most megpróbálom feltuningolni őt, felmaxolni a következő eventig, ami a Guardian event, amire ugye Tiburtust és Merlin szándékozott ez idáig használni, de hogyha netán sikerülne feltolni Jaffart addig maximum szintre, akkor valószínűleg őt használnám Merlin helyett a nagyobb sebzés miatt, és mivel természetesen gyors mana töltődéssel rendelkezik, ez talán még jobban megnevelné az esélyemet arra, hogy egy szép helyezést érjek el. Természetesen én nem agyba főbe táplálom őt, próbáltam csak lilákkal, hogy a passzívja, illetve a skillje így növekedjék. Hát de nagyon makacs, hihetetlen. A Sartanál még alig fejlesztettem valamit, és már 3 skill-el rendelkezik, míg Jaffar nem hajlandó tanulni. Ugye 8-ból csak 3. Úgyhogy nem tudom, hogy sikerül-e ezt a elkövetkező 10 napban felfejleszteni max szintre. Hogyha még egy-két level tudnék rajta nevelni, akkor onnantól kezdve minden szint nekiadnék, hogy gyorsan fejleszem. Ez még igazából eldől, de végül is nem olyan létfontosságú, hogy őt hozzam be, hiszen Merlin is elég szép sebzéssel 6-82-vel rendelkezik. Úgyhogy ezt a következő pár nap eldönti. Szóval a homokbirodalom kivéve, találkozunk legközelebb. Sziasztok!